Mózes első könyvének 17. részéből szeretnék 8 verset felolvasni, bár igazából ez a 17. fejezet az egy történet, tehát egy napon történt, tehát igazából úgy illik, hogy az egészet magyarázzam el, viszont az a gond, hogy akkor ilyen este 11-ig itt kellene lennünk úgy nagyjából, de ezt nem akartam elkövetni, ezért csak az első 8 verset nézzük meg, próbáljuk kifejteni, hogy ott mi történik pontosan, utána majd a következő alkalommal remélem, hogy a második részét is meg tudom, vagy el tudom magyarázni ennek a fejezetnek. Tehát 1 Mózes 17, az első 8 versében a következőket olvasjuk. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá, ez lesz az én szövetségem veled, sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre, minden nemzedékükkel, mert Istenet leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Eddig. Ma. És hogy megértsük, hogy mi történik itt, először ugye az előzményeket kell felfrissíteni. Igazából a 15. fejezetben derül ki az, hogy Abrám számára nagyon fájó az, hogy még mindig nincs gyermeke. Ugye Isten ígért neki gyermeket, már amikor Abrám és a felesége, meg ugye mindazok, akik vele voltak, elhagyták a szülőföldet, végigjárták az ígéret földjét, még Egyiptomba is voltak, visszajöttek, de még mindig ugye gyerek sehol. És akkor Abrám mondta az Istennek imádságban, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Mi nagyon érdekes volt ez a 15. fejezet, kétszer is beszéltem róla, mert ugye ebben Isten két dolgot csinál. Először ugye újra utódot ígér Abrámnak, és akkor olvasok azt az érdekes mondatot, hogy Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Tehát Isten ígérettel tesz, Abrám meg hisz Istenben, tehát nem hiszi az ígéretet, ugye ez valami teljesen más, hanem Abrám hisz Istenben, tehát elfogadja, hogy ha Isten ezt mondja, akkor az úgy is lesz. Ugye a kapcsolat Istennel van, nem az ígérettel, csak az ígéret Istentől jön. Na. És utána Isten, azt olvasjuk, szövetséget köt Abrámmal. Amikor ugye Abrám ketté vág néhány állatot, akkor lát egy tűzes kemencét, amely átvonul az állatok között, és Isten azt mondja, hogy a földet odaadja Abrámnak. Tehát először van egy ígéret, és utána van egy szövetség. Ez két különböző dolog. Ugye az ígéret az az, hogy én ígérek valamit, aztán valamikor teljesítem az ígéretemet, aztán ugye többé köztünk nincs kapcsolat. Én ígérek valamit valakinek, akkor köztünk van valami feszültség, hogy amikor teljesíti az illető az ígéretet, teljesítem az ígéretemet, utána vége. Ugye, onnantól kezdve, igazából köztünk ez a viszony, ez a kapcsolat megszűnt, mert beteljesült, amit ígértem. A szövetség az éppen más. A szövetség az olyan kapcsolat, amely állandóan fönnáll. Tehát nem arról van szó, hogy
Az egyik fél ígér valamit, és amikor teljesíti, akkor vége a kapcsolatnak, nem, arról van szó, hogy az egyik fél ígér valamit a másiknak, amit oda is adja, de azzal a céllal, hogy ezzel az adománnyal folytatódjon ez a kapcsolat köztük. Ugye ezt történelemben például hűbérrendszernek szokták hívni, amikor a király földet ad a hűbéresének, aki műveli, de azért cserébe adót fizet. Vagy ugye katonákat küld, amikor háború van. Tehát valami cserebere azért van, nem úgy van, hogy a király azt mondja, hogy na, adok neked egy földet, aztán boldogulj vele, hanem ez egy ilyen bizomány ez a föld gyakorlatilag. Ugye ez a nagy különbség az ígéret és a szövetség között. Isten a 15. fejezetben a gyerekre ígéretet ad, de az az érdekes, hogy Abrahamnak ez bőven elég. De a földről Isten szövetséget köt Abrahammal. Ez ugye nagyobb biztonságot ad. Hogy Abraham tudja, hogy ez most annyira biztos, hogy Isten odaadja ezt a földet az én utódaimnak, még akkor is, ha most éppen más népek laknak ott, és utána még folytatódik a dolog. Tehát nincs vége azzal, hogy Isten ad egy darab földet majd a távoli utódaimnak. Istennek ezzel valami célja van. Csak mi nem tudja, hogy pontosan miről van szó. És akkor a múltkor olvastuk azt a történetet, hogy Száraj, Abrám felesége a saját okosságából akarta megoldani azt a helyzetet, hogy nincs gyermekük. Ugye neki ugyanúgy fájt, mint a férjének. És akkor volt az a történet, hogy hát neki van egy szolgálólány, akkor odaadja feleségül a férjének, és akkor ugye a férj is az övé, a szolgálólány is az övé, akkor ebből lesz egy gyerek, akkor az is az övé. Ami nagyon okosnak tűnt, mert az akkori időkben elfogadható volt, csak Istennek nem az volt az ígérete, az útja. A múltkor ott hagytuk abba, hogy ugye 16. fejezet, 16. verse, hogy Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak. És akkor ugye olvasunk tovább, csak volt két hét a kettő között, de olvasunk tovább, és a következő mondat az, hogy amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr. Ugye? Itt ez az üres sor a két fejezet között, azt jelenti, hogy Isten 13 évig nem szólt egy szót sem. Isten hagyta, hogy megnőjön ez a gyerek. Talán úgy is lehet mondani, hogy Isten adott egy kis gondolkodási időt Szárájnak, Abrámnak, hogy ami ott történt, az valóban megoldása arra a helyzetre, ami előállt. Arra a helyzetre, hogy Isten ígérte egy gyermeket Abrámnak, Szárajnak, aztán Száraj okosan megoldotta a helyzetet. De ez az igazi megoldás. Vagy pedig Abrám megelégszik azzal a gyerekkel, azzal a megoldással, amit ők. Hogyan mondjam? Amit ők foganasítottak. Hogy hát? És valahogy ugye nem olvasunk arról, hogy Abrám még tovább könyörgött volna az Úrhoz. Hogy még fájt volna neki, hogy nincs gyermeke. 13 év után ugye Isten szól bele Abrám életébe. És újra szövetségről van szó. Ugye eddig Isten gyermeket ígért, most meg olyan szövetséget köt az Isten Abrámmal, amiben sok minden benne van, de a legérdekesebb, hogy most Isten megerősíti még egyszer, nem csak ígérettel, hanem még szövetséggel is, hogy Abrámnak saját gyereke lesz Szárajtól. Hogy a Szárajtól lesz, hogy majd a következő részből derül ki, amit nem olvastam föl, de erről szól ez a fejezet. Tehát ugye nem azért van erre szükség, mert Isten ígérete nem lenne biztos, hanem pont azért van erre szükség, mert bár Abrám hitt az Istennek, de mégis valahogy elfogadta azt a megoldást is, amelyről ő is tudta, hogy igazából nem Istentől származik, hanem mi megoldottuk, és azt gondoltuk, hogy így is jó. Ugye ezért jön a szövetség. Nem Istennek van szüksége erre a szövetségre,
Az embernek szüksége van arra, hogy Isten teljesen világossá tegyen, hogy ha ő lép, akkor az nem csak egy ígéret, egy beteljesült dolog, és utána vége, hanem Isten azért ígér valamit, hogy onnantól kezdve, és azzal együtt folytatódjon ez a kapcsolat Isten és az ő népe között. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki, én vagyok a mindenható Isten. Milyen érdekes, akárhányszor olvasuk azt a Bibliában, hogy Isten szól Abrámhoz, Isten mindig újra bemutatkozik. Feltűnt már? Állandóan, amikor Isten ugye szól Abrámhoz, mindig úgy kezdi, hogy ő kicsoda. Én ez vagyok, én az vagyok, ugyan a 15. fejezetben úgy kezdődött a dolog, hogy ő azt mondta, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Most Isten ezt mondja, én vagyok a mindenható Isten. És ezzel a fordítással csak egy gond van, hogy az a szó, hogy mindenható, az nem a legjobb. És nem a mi fordítóink tehetnek róla, hogy ez a szó itt van. Amikor a zsidók az Úr Jézus születése előtt egy mondjuk 100 évvel, az akkori elfogadott nyelv, mindenhol elfogadott nyelvre, a görög nyelvre lefordították a Bibliát, akkor olyan saját nyelvükön olvasták azt a kifejezést, amit Isten itt mond Abrámnak, hogy ő El Shaddai. Kicsit bajba voltak, hogy na, azt hogy is fordítsuk le? És akkor ugye, hát dönteni kell. Hoztak egy döntést, és az lett, hogy mindenható. Aztán az lett a latin fordítás is. Aztán Károly Gáspár is úgy mondta, hogy hát, ha mindenki így fordítja, akkor én is így fordítom le. Aztán ugye ez benne maradt a Bibliánkban. De mire gondolunk, ugye? Amikor azt a szót olvasjuk, hogy mindenható. Volt olyan film. Borzasztó rossz film volt egyébként. A mindenható abban a filmben átruházza az ő mindenhatóságát egy másik emberre. Hát akkor, ha te olyan okos vagy, akkor te legyél mindenható, és akkor amit te mondasz, az meg fog történni. És ugye ez a jó ember az elején még azt gondolja, hogy jó, akkor ugye minden kívánalmat teljesíti, és akkor ugye 150 ezeren azt mondják, hogy ötöst akarnak a lottón, azt mondja, jó, akkor mindenkinek legyen ötöse a lottón, mindenkinek lett ötöse, csak ugye akkor az már nem volt vicces, mert ha mindenkinek ötöse van a lottón, hát akkor nem nyerem azt az összeget, amit szeretnék, mert azt akarom, hogy csak nekem legyen, ugye? Ezért mondom, ott abban a filmben azt gondolták, hogy a mindenható az azt jelenti, hogy Isten csak bármit kér az ember, Isten azt mondja, jó, az is legyen, az is legyen, az is legyen, az is legyen, az is legyen. De nem erről beszél a Biblia. Itt ez az El Shaddai, az él az az Isten, tehát addig jó, az a Shaddai, az inkább arról szól, hogy Isten biztosítja a folytatást. Nem találtam most jobb, vagy egyszerűbb kifejezést. Akárhol olvasjuk Istennek ezt a nevét, mindenhol arról van szó, hogy Isten az ő népét, az ő emberét megáldja folytatással, ugye a jövővel, ami állhat ugye gyerekekből, élelemből, védelemből, ugye onnan van a mindenható. És ennek a másik oldala az, hogyha Isten biztosítja a folytatást, a jövőt, akkor adott esetben úgy is dönthet, hogy nem ad folytatást. Nem lesz jövője egy embernek, vagy akár Isten népének a legnagyobb részének. A profétáknál néha visszajön ez. Jobb állandóan úgy szólítja az Isten a Jobb könyvében, hogy mindenható Isten, magyarul, de akkor azt úgy kell olvasni, mert ugye tudjuk, hogy Jobbal mi történt, elveszítette a gyerekét, aztán ugye a vagyonát, aztán még a feleség is azt mondta, hogy na, tudod mit, fordíts hátat az Istennek, és akkor majd valahogy boldogulj.
És Jób nem hagyja az Istent, hanem állandóan azt mondja, hogy te, mindenható Isten, tehát magyarul, most már tudjuk, hogy ez mit jelent. Te biztosítod a jövőt, nem én, te. És így kezd ugye Jób vitatkozni, ha szabad így mondanom, az Úrral. Először még szépen, aztán egy kicsit túl messze megy, és a végén Isten mond néhány dolgot neki, csak éppen arról nem beszél az Isten, hogy miért történt mindaz Jobbal, ami történt vele, azt mi tudjuk, ugye, az első két fejezetből, csak Jobb nem tudja. De nem baj, nem kell mindent tudni az embernek, elég, hogyha mindig megértjük azt abban a pillanatban, amit Isten nekünk mondani akar. De ez a Jobb könyv arról szól, hogy amikor én már nem látom a jövőt, akkor hogyan folytatódik a gondolat? Hogy akkor végem van? Vagy akkor odafordulok az Istenhez, és állandóan így szólítom. Te, jövő adó! Mi lesz? És ezt mondja itt az Isten. Így mutatkozik be. Én vagyok a jövő adó Isten. Isten azért mutatkozik be mindig a Bibliában, mielőtt bármi mást is mondana az embereknek, mert ő mindig világossá akar tenni, és a 10 parancsolat elején is hasonló van, de máshol is. Ha az ember egyszer tudja ezt, akkor elég sok helyen látja ezt. Isten ezért mutatkozik be először, mielőtt bármit is kérne az embertől, hogy világossá váljon mindig, hogy Isten tőlünk soha semmit nem kért, amit ő sokkal jobban nem tenne. Ez egy fontos dolog. Más vallásokban máshogy van a dolog. Hogy milyen az az Isten, és mit kér az emberektől. De amikor a Bibliában, akár mondjuk így, hogy az Atya Isten az Ószövetségben, akár úgy, hogy az Úr Jézus az Újszövetségben, valamit kér az embertől, valami bátorítást ad, vagy valami útmutatást ad, azt mindig úgy csinálja, hogy előzőleg ő már megmutatta, hogy ő ilyen, ő is ezt csinálja állandóan, hibátlanul. És ezért kéri ezt, azt, amast az ő emberétől, az ő népétől, hogy az ő útján járjon az is. Ezért mutatkozik be Isten állandóan. Ő a jövő adó. És felszólítja Abrámot arra, hogy járj én előttem, és légy fedhetetlen. Hogy ez nem két dolog, az egy dolog. Igazából. Járj én előttem. Magyarul nagyon szépen el lehet magyarázni, hogy miről van szó. Ugye azt jelenti, hogy ne csinálj semmit a hátam mögött, amikor éppen nem vagyok ott. Ugye ez az egyik idegesítő dolog a gyermeknevelésben is. Amíg figyelünk, addig nagyjából tudja, hogy mit szabad, mit nem szabad. Amikor elrohan a másik szobában, akkor már tudjuk, hogy mi jár a fejében. Akkor ott szeretne valamit csinálni, amit mi nem látunk. Aztán tudom, később ez még érdekesebb lesz, amikor titokban csinál ugye a gyerek valamit, hogy anyu ne tudjon róla, mert én tudom, hogy nem tetszik anyunak, ezért titokban csinálom. Még rosszabb, amikor ugye házastársak között történik ez. Amikor a másik háta mögött, amikor éppen nincs itt, akkor nekem éppen volt időm, hogy ezt, azt, amazt csináljam. Erről beszél itt az Isten. Jár a színem előtt, így mondja. Jár ott, ahol csináld úgy a dolgokat, hogy te is tudod, hogy állandóan szem előtt vagy. Nem a hátam mögött. Nem úgy, hogy talán erről az Isten nem vesz tudomást. Ugye ez egy kis visszaúszolás előbbi történetre, hogy ti ezt hogy gondoltátok? Miért nem beszéltétek ezt meg velem? Mert én mondhattam volna, hogy mire gondoltam, de nem. Ugye az ugyanaz, mint légy fedhetetlen. Hogy az életedben nincs semmi, amiért az Isten téged megfedhetne. A szótárom azt is mondta, hogy talán a mai értelemben a legjobb szó a kifogástalan. Legyél kifogástalan. Nem lehet rajtad fogást találni. Vagy ha mégis észreveszed, hogy most
hibát követtem el, nem úgy csináltam a dolgokat, hogy Isten mondja, akkor gyorsan oda megyek, és el is mondom. Hát bocsánat, nem sikerült, belebotlottam valamibe, valami nem úgy sikerült, ugye ez a fenthetetlen. Hogy próbálok mindent úgy tenni, hogy Isten mondja, de amikor észreveszem, hogy nem sikerülök, azt is elmondom neki, mert abban a helyzetben az az elvárás, az a fedhetetlenség. Az ugye egy érdekes fajta tökéletesség. Amikor mi tökéletességre gondolunk, akkor, mert a Károli fordításban az van, hogy legyél tökéletes, ha jól tudom. Amikor mi tökéletességre gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy valaki mindent a legmagasabb fokon tud csinálni úgy, hogy abban nincs hiba. De a kifogástalanság az nem az. A kifogástalanság, hogy azon a szinten, ahol én vagyok, nem hiányzik semmi az én életemből. Ugye minden még nőhet rajtam, testileg, lelkileg, még leszek képes sok minden másra is, amikor fölnövök, de ott, ahol éppen vagyok, nincs hiányom. Ha egy 2 éves gyerek csinál valamit, akkor ugye elfogadjuk tőle, de ha egy 14 éves gyerek ugyanazt csinálja, akkor meg kevésbé, ha egy 40-valahány éves férfi, akkor meg... A 2 éves gyerek, ha így vagy úgy viselkedik, fedhetetlen, megfelel az elvárásnak, de nem azt jelenti, hogy 5 év múlva ugyanúgy viselkedhet, mert közben sok minden tanult, ugye? És a hívő életünkben ez van. Mondhatom azt, hogy hát de eddig is így csináltam, és eddig sem szólt bele az Isten, vagy eddig nem fájt. Jó, de ahogy dolgozik rajtam az Isten, ahogy egyre jobban kezdem érteni az ő útját, ahogyan egyre inkább lágyul a szívem az Isten igéje felé, lehet, hogy olyan dolgokról le kell mondanom, amiket eddig csináltam, és akkor nem is volt vele baj, mert akkor hát ott voltam, abban a helyzetben voltam, de most már, hogy ezt, azt, amazt megtanultam, már nem lenne szabad. Ugye ez az érdekes a Bibliában, hogy Isten így viselkedik velünk. Hogy az Ószövetségben mondjuk a több nejűséget elnézi az Isten, de aztán az Úr Jézus nagyon keményen rátanít arra, hogy akkor mi is volt az eredeti elképzelés. Mert persze, ha jön a Szentlélek segíteni, akkor ugye nagyobb az elvárás. És több ilyen van. Ugye az egész evangélium arról szól, hogy Isten eddig elnézte a bűnöket, de most, hogy meghalt és föltámadott az Úr Jézus, mindenki kínálja a lehetőséget, hogy az ember megtérjen. Ugye a Pál apostolnak az egyik ígérdetése az. Azt mondja Isten Abrámnak, megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá, ez lesz az én szövetségem veled, sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. És ugye ez egy új elem, amit eddig így nem olvastunk. Isten szövetséget köt, nagyobb biztonságot ad Abrámnak, de ráadásul még nagyobb ígéretet is ad neki. Nem csak azt mondja, hogy sok lesz az utódod, azt mondja, sok néppé teszlek. És persze Izmaelen keresztül lesz egy nép, aztán ott lesz majd még Edom, meg lesznek még más népek is. De amire igazán gondol az Isten, azt mondja Pál apostol, az az, hogy Abrám egy bizonyos úton jár, amikor elfogadja, amikor beleáll ebbe a szövetségbe. Jár én előttem, légy fedhetetlen, és azt mondja Isten később, hogy a szövetség tartalma az, hogy Istened leszek, és utódaidnak is.
Ugye ez az a szövetség, amiben Abrám van, amiben állnak majd az utódai is. És ki még? Ugye az lesz majd az új szövetségben a különleges, hogy Isten egészen az Úr Jézus haláláig, feltámadásaig Abrám utódaival megy tovább, de onnantól kezdve behívja a többi népet is ebbe a szövetségbe. Az Úr Jézus által ez lehetséges. Szélesedik ez a szövetség, olyanok is tudnak ebbe belépni, akik eddig más népekhez tartoztak. És így ugye lesz Abrám sok nép atyává. Amikor nem csak a testi dolgokra gondolunk, hanem a lelki dolgokra gondolunk. Nem tudom, nem vagyok biztos benne, hogy Abrám ebből mi mindent értett, amikor hallotta ezeket a szavakat, de amikor ugye összerakjuk az egész Bibliának az üzenetét, akkor arra jövünk. Arra jövünk rá, hogy Abrám életében azt a példát látjuk, igaz ószövetségi színezetben, ószövetségi körülmények között, de akkor is, azt a példát látjuk, amit új szövetségi színezetben, új szövetségi körülmények között nekünk is követnünk kell. Ha ő a hívők atya, ő a hívők mintája és példája. Nem a tökéletes, mert ugye az Úr Jézus, de azért itt is van nekünk egy hithős, egy példa. Még királyokról is beszél itt az Isten Abrámnak. És a legkülönlegesebb talán az egész részben az az, hogy Isten új nevet ad Abrámnak. Ugye a névadás az mindig azt jelenti, hogy akinek én nevet adok, az hozzám tartozik. Vagy aminek én nevet adok, az hozzám tartozik, az az enyém. Ugye, ha veszek egy kutyát, nem megyek a szomszédba megkérdezni, hogy akkor mi legyen a kutya neve. Ha én találom ki, vagy a kislányomra hagyom, de akkor mit találjuk ki, hogy mi lesz a kutyának a neve? Mert a miénk, nem a szomszédé. Ugyanúgy, amikor megszületik egy gyerek, ugye nem a, mit tudom én, nem úgy van, hogy egy kalapba teszünk 15 nevet, és hát ami lesz, az lesz. Hogy nem a számítógép dönti el, hogy mi lesz a gyereknek a neve, hanem én döntöm el, mert az én gyerekem. És a Bibliában ez hatványozottan jön elő. Mert amikor Isten valamit megnevez, akkor Isten egy olyan nevet ad, amelyben üzenet is van. És amikor Isten megváltoztatja valakinek a nevét, akkor ez duplán érdekes. A Jelenések könyvéből tudjuk azt, hogy majd az új földön mindenki új nevet fog kapni az Istentől. Amikor végre magam vagyok, amikor végre azzá az emberré válok, amilyen embernek Isten engem elképzelt, akkor Isten megadja nevem a hozzám illő nevet is. Úgy így kell ezt fölfogni. A szüleim adtak nekem egy nevet az ő elképzelésük alapján. Biztos vagyok benne, hogy hívőknél abban is benne van az Isten keze, de majd, amikor nem csak ugye új szívem lesz, hanem új testem is, és az új világon élek, tehát az összes testvéremmel együtt, az Úr Jézus színe előtt, akkor ő ad nekem olyan nevet, amiről azt fogok mondani, hogy igen, az vagyok. És a legtöbb embernél az ugye a feltámadás és az utolsó ítélet után következik be. Egy-két olyan történet van a Bibliában, amikor Isten ugyanezt ugye valakivel megteszi, már itt a Földön. És Abrámnál ez van. Ugye ő eddig mindig Abrám volt. 99 éven keresztül mindig Abrám volt. És itt, miután Abrám azért elkövetett egy hibát,
Az Isten ígéretére nézve, ráadásul, most ebben a pillanatban Isten egy, megerősíti neki az ígéretet, szövetséget csinál belőle, hogy még jobban érez át Abrám, hogy itt egy valós dologról van szó, és be fog következni, és nem csak egy gyerekről szól ez az egész, hanem sok utódról szól, sőt, az egész világról szól ez. És kettő, amikor innentől kezdve Abrám önmagára gondol, ki vagyok én, akkor abban azonnal benne van az Isten ígérete. Abban azonnal benne van az, hogy Istenhez tartozom, aki ígért nekem valamit, ami teljesen biztos, mert szövetségre lépett velem, és akkor adott nevet, nekem új nevet. Így járt Abrám, aki már itt a Földön kapott új nevet az Istentől. De ezért hoztam így a Jelenések könyvét, hogy értsük meg, hogy mindez mindannyiunkkal fog megtörténni. A Jelenések könyve szerint majd kapunk egy fehér követ, azon rajta lesz az új nevünk. Amikor Isten lényegre látóan azt mondja nekünk, hogy ki is vagyok valójában. Hogyha ő rám néz, és bennem többé nincs semmi rossz, gonosz, bűn, vétek, hiba, hanem nem csak egész ember vagyok, és nem csak igaz ember vagyok, hanem egészen igaz ember vagyok. Isten színe előtt járok, de akkor ugye nem bűnös körülmények között, hogy Abrám, hanem majd az új világon, akkor az Úr Jézus hogy fog engem szólítani? És hogy fogjuk egymást megszólítani? Milyen névvel? Olyan névvel, amiben benne van az, hogy Isten gyermekei vagyunk, és az Isten szemében kik vagyunk. Mi Abrám ezt már itt a Földön megtapasztalta. Még látni fogjuk, hogy Abrám sok mindent megkapott már itt a Földön, amit mi csak később fogunk megtapasztalni. Isten olyan különleges embere volt Istennek, hogy ez lehetséges volt. És a szövetség lényege, ezt már megemlítettem, de szeretném ezt még egyszer mondani, az a szövetség lényege az, hogy Istened leszek, és utódaidnak is. Hogy ez a különleges dolog, amit Isten megígér Abrámnak. Nem úgy van, hogy hát akkor rengeteg Isten van, és minden népnek megvan a saját Istene. Ugye nem arról van szó. Egy teremtő van. Egy jövőadó Isten van. Egy mindenható Isten. De nem minden nép tapasztalja ezt meg. Ahogy Isten ugye hosszú időken keresztül elnézi a bűnöket a többi nép esetében, ugyanúgy nem is nagyon foglalkozik velük. Ilyen személyes vonalon. Persze, ott van az Isten gondviselése, működik a világ ugye az egyházon kívül is, a hívő társaságon kívül is, de ahol Isten szól, ahol Isten válaszol, ahol Istennel lehet párbeszédet folytatni, ahol Istennel lehet dolgokat megbeszélni, ahol Isten megnyitja egy embernek a szemét. Ott derül ki ugye a valóságban, megtapasztalhatóan, hogy az egy igaz Isten az én Istenem. Ő hozzátartozom, és ő foglalkozik velem. És ő azt kéri tőlem, hogy ne a hátam mögött csináljak semmit sem, hanem az ő szemmel előtt járjak. Legyek fedhetetlen. És ugye itt nem szerepel, de korábban már többször beszéltünk nagyon részletesen, abból van az áldás. És az áldás az mindig olyan nagy, hogy annyira bőven jut nekem, hogy ezt más is fogja megtapasztalni, ezt más is fogja meglátni. Aki körülöttem élnek, látni fogják, hogy,
hogy engem megáld az Isten, lehet, hogy még kóstolni is fognak belőle. Jobban járnak ők is, ha egy áldott közösséghez tartoznak, akkor is, ha őnekik nincs saját kapcsolatuk az Úrral. De ez itt a szövetségnek a lényege. Nem az, hogy van egy Isten, hanem az, hogy a jövő adó Isten, a jövőt biztosító Isten, az az én Istenem. És én az övé vagyok. És az Úr Jézus ugye azért jött el, azért halt meg, azért támadott föl, azért küldte el a Szent Lelket, hogy az új szövetségi időkben minden hívő ember, minden áldott nap megtapasztalhassa azt, amit az Ószövetségben csak némelyek és csak néha-néha tapasztaltak meg. Hogy az valóban így van, velünk az Isten, közöttünk lakik, sőt, bennem lakik, és a testvéremben is. Ugyanaz a Szentlélek van ő benne, aki én bennem van. Ugyanaz a Szentlélek, aki az Úr Jézusban van. Tehát össze vagyunk kötve. Az Úr Jézuson keresztül egymáshoz. És amikor meglátom a másikat, akkor úgy is kéne tekinteni a másikra. Az Úr Jézuson keresztül. Hogy ne a hibáit nézem meg, nem a múltbeli gyengeségeit, vagy akár a mai gyengeségeit, hanem lássam meg benne azt, amit az Úr Jézus ő benne is munkál. Ugye ez az a fajta szeretet, amire Pál apostol tanítani akar bennünket, az 1 Korintus 13-ban. Érdemes ezt néha-néha újra elolvasni, mert ugye nem úgy van, hogy Pál apostol írta a levelét, befejezte a 12. fejezet, aztán közben jött egy esküvő, és akkor írt egy prédikációt egy esküvőre, aztán folytatta a levelét a 11. fejezetben, ugye nem úgy van. Az az 1 Korintus 13 az nem a házasságról szól. Az a gyülekezetről szól. Az arról szól, hogy nekünk hogyan kell viselkednünk a hívő közösségében, hogy az Úr Jézus szeretetét tudjuk képviselni egymás fele és a világ felé. Nehéz. Nagyon nehéz. Magunktól nem így cselekszünk. De éppen azért jött a Szentlélek, hogy ebben segítsen nekünk. És ugye bármilyen különleges dolgot kaptunk is az Istentől. Ez a szeretet a legfontosabb. Ez a szeretet az alapja és a csúcsa a keresztény életnek. És ha a gyakorlattal szeretnénk lefordítani, hogy mit jelent azt, amit Isten, mit jelent az, amit Isten kér itt Abrámtól, hogy járj előttem, légy fedhetetlen. Akkor szerintem elég jó magyarázatot találunk az 1 Korintus 13-ban. Na így. Ez a szövetség már az Ószövetségben hangzik el. De nem egy ígéret, hogy hát így értem, valamit megtörtént, kész, vége. Ez egy állandó dolog. És amikor elkezdtünk hinni az Úr Jézus Krisztusban, mi ebbe léptünk bele. Ebbe az óriási hosszú folyamatba. Ebbe az áldott folyamatba. Ez egyrészt biztatás, hogyha ebben a szövetségbe beleléptem, akkor Isten nem fog engem kiengedni a kezéből. De ugyanakkor mondjam így, hogy kihívás is. Akkor az Isten segítségével igyekezzem is betartani azt, amit ő kér tőlem. Mert ő semmit nem kér tőlem, amit ő sokkal jobban nem csinált volna,
akár a világtörténelemben, akár a saját életemben. És ez az a hozzáállás, ami a református egyházunknak az alapgondolata, hogy hálából szolgálunk az Istennek. Mert ő már oly sok mindent tett, és amit ő tőlem kér, az ahhoz képest nagyon, nagyon kevés. Magamhoz képest nagyon nehéz. De ővel együtt jutunk valamire. Ővel együtt és minden testvérünkkel együtt meg tudjuk mutatni ebben a halálba rohanó világban, hogy a mi Istenünk biztosítja a jövőt. És aki a mi Istenünkhöz fordul, annak lesz jövője az Úr Jézus Krisztusban. Hát, így legyen. Amen.